és mit nem adnék azért az egy óráért, ami a már többször szóba került, hogy ő vehette volna ezt. Könnyek között vette át Adolján Gusztáv kórházi főigazgató özvegye a Covid járványban elhunyt férjének odaítélt díjat a tavalyi ünnepségen. Idén is megemlékeznek a reformáció emléknapjáról Máté Szalkán, mondta a főszervező egyesület elnöke Fülöp István 35 perc című műsorunkban. 1999-ben adtuk át a Calvin Sovret, és ezt követően már itt kezdjük az ünnepséget, tehát október 30-án vasárnap 16 órára mindenkit nagy szeretettel várunk Máté Szalkán a Calvin térre, a Calvin szoborhoz. Itt köszöntőt mond Kovács Sándor, országgyűlési képviselő Hanusi Péter, Máté Szalkaváros polgármestere, Szalai Kont egy áldásmondő, a Szatmár Református Egyházmegye esperese, illetve hát Kálvin nevérő van egy általános iskolánk is, és a Kálvinos gyerekek adnak egy kis szerint kis műsort. Ezt követően pedig 5 órától a Mátis művelődési házban folytatódik a rendezvényünk. Itt én, mint a szervezők egyikének a képviselője köszöntöm a megjelenteket. Az Egyház megye a második, másik szervező, Esperes úr is köszönti a megjelenteket, illetve ő át fogja vezetni a köszöntőt az Isten tisztelethez. És Fekete Károly Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke fog szolgálni ezt követően pedig a Máté Szalkai művészeti iskola tanárai fognak egy kis hangversenyt adni, hegedű Zongorá kísérhetében. Az ünnepséget először 1989-ben rendezték meg. Akkor még furcsa volt, hogy Isten tiszteletet művelődési házban tartanak. 1517-ben a Reformáció meghirdette, hogy nem latin nyelvű mise, hanem mindenki a saját anyanyelvén tarthatta az Isten tiszteleteket. Menjünk el az emberekhez, ne csak egy szűk, privi, szűk ember privilégiuma legyen a, a szentírás, lefordították mi Károly Gáspár révén, viszonylag hamaradtuk az emberek kezébe a magyar fordítású szentírást, és hát akkor ne csak a templomban, hanem a művelődési házban. Ez akkor nagyon furcsa volt, hiszen kiállt a színpadra a lelkész, és Botond volt az első, aki, aki vendégünk volt, Máté Szalkán volt, az édesapja esperes a teológián tanított professzor volt és jó szívvel jött, és kiállt a színpadra, és tartott egy Isten tiszteletet. Furcsa volt, hogy, hogy hogy kerül a színházba egy lelkész, hogy is e, kerül a csizma az asztalra. De aztán hamar megszokták az emberek, most már ott tartunk, hogy várják. Ha véletlenül elmaradna, biztos számon kérnének, hogy miért maradt el. A rendezvény október 30-án, vasárnap 16 órakor kezdődik a Máté Szalkai Kávén Szobornál.